hogy maguk a könnyűsült. Azok az, amit említettem már 3 hónappal ezelőtt, azért nem indultunk most egyelőre utcai harcos versenyen, mert a Thai Boxing világbajnokságra készülünk, és készülünk most is, úgyhogy ez volt az elsődleges ok, amiért nem akartuk, hogy sérülésbe álljon. Az mikor lesz egyébként? Az előlátható időben, még decemberben meg lesz tartva. Most egy olyan fázisba tartunk, ahol az anyagiakat tárgyaljuk le, mivel hogy már 2 élversenyzőről van szó, tehát itt már pénzdíjas meccsről van szó, tehát nem akarjuk csak úgy, meg most már nem is lehet tulajdonképpen, 2 klasszisról van szó. Ezzel már nagyon sokszor láttunk téged küzdeni Thai Boxban, de utcajaszon még sose indultál, nem érzel kedvet, hogy egyszer kipróbáld? Nem, lehet róla szó, de most még a jövő évi versenynaptárom is úgy van, mert készülünk, még abban sincs benne, esetleg, hogy a kimaradnak mérkőzések, és fölkészülök az utcai harcra, tehát a földharcra, fogásra, és lehet, hogy a súlyomon is hoznék, mert 70 kg, 71 kg vagyok, akkor lehetne róla szó, de még jövőre se tudom ezt megígérni. Misi, hát te vagy az utolsó alanyom. Hogy látod, milyen volt ez a mostani bajnokság? Azért tavaly fantasztikus volt. Az idei az alulmúlta, vagy esetleg még jobb volt, mint akkor? Hát talán hiányoztak azért 1-2 srác innen erről a versenyről. A Tivadart emelném ki nagyon, aki nagyon hiányzott. A Matadornak a örök mosolygós arca. Meg hát gondolom, hogyha én is indultam volna, azért kicsit szorosabb lett volna a mezőny és technikásabb. Nekem a legszínvonalasabb meccsnek a Marosics és a Filó mérkőzése tetszett. Szóval az tényleg színvonal volt azért. Misi, itt egész évben volt találgatás, mert feltűnt egy új csillag, az Ilai Sándor, aki most ugyan kikapott, de ettől függetlenül ez volt az egyetlen veresége ebben az évben, és sokan tették fel a kérdést, hogy vajon mi lenne akkor, hogyha veled kerülne össze egy utcai harcos versenyen. Te hogyan látod egyébként őt, milyen srác? Hát ő nagyon ügyes srác, nehezebb is, mint én, szóval a súlyában nagyon jó, de ő igazából Thai boxos, szóval most is látszott ezen a utcai harcon, hogy ez neki annyira nem fekszik, tehát jobban fekszik neki az, amikor könyökölni tud, térdet tudja használni, ez a birkózás, fogás, dobás, ez nem fekszik neki. Egyébként, ha megfigyeltétek a mezőnyt, gyakorlatilag lekoptak a 80 kiló alattiak, tehát mindenki a könnyűsülben is mindenki 80 és 85 kiló között volt. Ti voltatok az egyetlenek a Tivadarral, végül is akik ilyen viszonylag könnyűsúlyjal ott voltatok a mondjuk a spiccen. Szerinted ez egy olyan tendencia, ami most már visszafordíthatatlan? Tehát abszolút eltűnnek az ilyen 70 kilós srácok a könnyűsúly mezőnyből? Szerintem nem fognak eltűnni, csak ezek a srácok, én is, meg a Tivadar is évközben komoly profi meccseket, komoly pénzdíjakkal csinálják az éves programot, és emiatt gondolom nem tudnak részt venni, vagy pedig...